Életbe lép a román kormány által előírt környezettudatos szemétgyűjtés Székelyhídon is. Az Ave Bihor cég munkatársai még e hét folyamán elkezdik a régi szemetes kukák begyűjtését és az új tárolóedények kiosztását Nagykágyán és Csokajon. 15-én, 16-án és 17-én Csokaj és Kágyán fogjuk kezdeni az edények kiosztását. Kágyán valószínű a kultúrházba, Csokajon pedig, majd beszélünk az alpolgármester úr, a Csokai Józseffel, hogy egy helyet biztosítson, valószínű az orvosi rendelő, vagy amelletti rész valahol. Székelyhídon a régi kukákat október 26, 27 és 28-án gyűjtik be az eddigi szemétszállítási rend szerint. Akik ezeket meg szeretnék tartani, azok 80 lej plusz áfáért megtehetik. Az új edények kiosztásának módja itt is központosított, mindenkinek érte kell majd mennie a meghirdetett napon, csak a komolyan akadályozottaknak viszik házhoz, átadásuk pedig jegyzőkönyv alapján történik. Csokajon és Nagykágyán október 22-én gyűjtik be a régi tárolóedényeket, Szent Miklóson, Köbölkúton és Olasziban pedig október 30-án. Amire figyelni kell, változik a szemét elszállításának rendje. Székelyhídon hetente fogunk menni a tárolandó szemétért, tehát a fekete edényért, hetente megyünk a barna kukáért, tehát a biohulladékért, kétszer egy hónapban nagyon fontos, Székelyhídon nem hetente, most már kétszer egy hónapban a kék zsákért, a karton és a papírért, kétszer egy hónapban a sárga zsákért, a műanyag fémhordozókért, és egyszer egy hónapban külön az üvegért. Településünkön a hulladékot minden háztartásnak 5 különböző tárolóba kell dobnia, amelyhez a helyi hulladékgazdálkodásért felelős vállalat, az Ave Bihor Kft. Biztosít edényzetet. Falvakon a lakosok kötelessége a biohulladék komposztálása, így ott kiesik a barna színű kuka. 38 kamerát szereltek fel az elmúlt napokban Székelyhídon. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy a település legforgalmasabb pontjain, az iskoláknál, piacnál, a központban, illetve a ki- és bejáratoknál rögzítsék az eseményeket a nap 24 órájában. A korszerű kamerarendszer kiépítésével a település vezetésének az volt a célja, hogy az itt élő emberek még nagyobb biztonságban érezzék magukat, hiszen ezek visszatartó erővel bírnak és segítik a bűnfelderítést is. Én azt gondolom, hogy egy csomó olyan dologra fogja az embereket serkenteni, amely a törvény betartását fog idézni. Szó szerint úgy gondolom, hogy vissza fogja szorítani az illegális szelét lerakókat, amik a határban történnek, Székelyhíd és hozzátartozó települések határában. Vissza fogja szorítani az eltulajdonításokat, esetleg belterületekről, házakról és így tovább. Az utcai rongálásokat, rengeteg kukát törtek össze az elmúlt időszakban a Székelyhídon. És azt gondolom, hogy a szemetelést is, amit a polgárok végeznek a közterületeken, azokat is, hiszen fényképet fogunk tudni készíteni, bizonyítékunk lesz arra, hogy kiszemetelés, ezt mi meg fogjuk tudni büntetni. Én nem szeretnék senkit megbüntetni, én arra kérem a székely lakosokat és a hozzátartozó települések lakóit, hogy ezeket az egyszerű törvényeket, amelyek szebbé, tisztábbá tesszük az életünk terét, ezeket ugye törvény szabályozza, eddig nem tudtuk semmilyen szinten monitorizálni, most viszont én azt gondolom ennek a kamerarendszernek a segítségével és egy bizonyos vonal meghúzásával ezeket a törvényeket be fogjuk tartatni, szigorúak leszünk, de ez azt fog eredményezni, egy-két éven belül egy nagyon szép élhető városunk lesz. A város biztonságának megőrzése céljából először 25 fix, 9 darab 360 fokban forgó, valamint 4 rendszámtábla felismerő kamerát helyeztek el. Külön előnyt jelent, hogy a fejlett eszközök már éjszaka is tudnak rögzíteni, és a rendszer a későbbiekben tovább bővíthető. Véres Csaba polgármester kiemelte, hogy igyekeznek további forrásokat előteremteni, mivel a későbbiekben a falvakat is csatlakoztatni szeretnék a kamerarendszerhez.
Szentjobban átadták a Szent István általános iskolához tartozó új óvodát, melynek alapkövét szinte napra pontosan egy éve helyezték el. Az új óvoda Magyarország kormánya Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, illetve a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával és a nagyváradi római katolikus püspökség irányítása alatt épülhetett meg. Az átadást megelőzően ünnepi misét tartottak a helyi katolikus templom, majd az óvodát a helyszínen Böcskei László megyés püspök áldotta meg. Tavaly értesültem, és a tavaly előtt is már terve volt, hogy a magyar kormány meglep bennünket egy adománnyal, egy épülettel fog megörvendeztetni bennünket. Én nagyon örültem, és hálás vagyok a magyar kormánynak, hogy ezt lehetővé tette számunkra. Ez egy büszkeség, ez az épület. Úgy az iskola részére is, mint a falunak is, az emberek számára is, ez egy nagy büszkeség. Én remélem azt, hogy a gyerekek majd otthonossá fogják tenni, mosolyaikkal, játékjaikkal. Én nagyon örülök neki, hogy tényleg épp a szeptemberre beszélgettünk róla, hogy igenis 45 gyerekünk van a Szentjobbi óvodában, és már nem tudtunk felvenni, mert helyszükében voltunk, és ezért úgy kicsit sürgettem is, hogy jó lenne már elkészüljön, mert nem tudok több gyereket felvenni az óvodában. A 60 férőhelyes, három csoportos új óvoda avató ünnepségén beszédet mondott Böcskei László megyés püspök és Májernyik Mihály alplébános, majd felszólalt Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért is felelős miniszteri biztos és Zagykó Jácint Szentjobb polgármestere. Az óvodás időszakban alakul ki a gyermekekben a kötődés az anyanyelvhez és a magyar kultúrához, ebben nagy segítséget nyújt a páratlanul gazdag magyar népmesekincs, amiből egy csomagot itt átnyújtottam a Szentjobbi Római Katolikus óvodában, és az óvodások majd forgathatják, illetve a páratlanul gazdag magyar népi játékok, hagyományoknak a erdeje, amely révén azt gondolom, hogy a kultúra örökre beleívódik a gyermekek lelkébe, és ez reményre ad okot, hogy ezek a gyermekek magyar iskolába fognak járni, ki meddig tanul végig magyar nyelven, anyanyelven fognak tanulni, amelyet semmi sem pótolhat. Egyúttal pedig azt is jelzi, hogy a magyar állam, az anyaország valóban komolyan gondolja a Szabó Dezsői gondolatot, hogy minden magyar számít, és szeretnénk határoktól függetlenül egy olyan nemzetegyesítést végrehajtani, amely egyúttal egy humán erőforrás többletet is jelent, és újra elfoglalhatjuk, betölthetjük azt a szerepet határoktól függetlenül a Kárpát-medencébe, amelyre 1000 éves Kárpát-medencei létünk bennünket feljogosít. Mindenféleképp ez egy helyi kezdeményezés volt. Fontosnak tartottuk, ugye több szülő panaszkodott, hogy nem tud elmenni munkába, mert a gyerekre ugye vigyázni kell. Így próbáltuk ezt megoldani, ugye közös kérésünket tolmácsoltuk a megyei RMDSZ felé, és onnantól kezdve ugye a Római Katolikus Püspökség keretén belül, ugye a magyar kormány által támogatott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül megkaptuk ezt az új óvodát, amiben ugye egy hosszú program óvoda fog működni. Így a szülők ugye nyugodtan el tudnak menni dolgozni, és ez mindenkinek jó, ugye ez már maga sarkalja arra a fiatalokat is, hogy több gyerek szülessen településünkön, és itthon maradjanak. Ez a lényeg, ez a kulcs, hogy itthon próbáljuk meg tartani a jövendő nemzedéket. Az óvoda helyszínén a megszentelést követően a leendő házigazda ovisok műsorát élvezhették a megjelent érdeklődők. A magyar kormány valamivel több mint 120 millió forintos finanszírozást nyújtott az épület együttes megépítéséhez. A gyerekek várhatóan egy hónapon belül veszik ténylegesen birtokukba az épületet. Ideje tisztázni néhány dolgot településünk hulladékgazdálkodását illetően. Ez itt a Zöld Percek, amiben hulladékokat és ismereteket fogunk szelektíven gyűjteni.
Évek óta gyülekeznek a sötét felhők az Európai Unió irányából, amelyek a tagállamokra igyekeznek nyomást gyakorolni a szelektív hulladékgyűjtésben elért eddigi arányok növelése érdekében. Romániában különösen forró a helyzet. A 2019-es adatok szerint a kommunikált hulladékaink csupán 14%-át gyűjtjük szelektíven, pedig a szelektív gyűjtés 2011. július 1-je óta kötelező hazánkban. Tartanunk kell a lépést közvetlen természeti környezetünk és a bolygónk érdekében, épp ezért a szelektív gyűjtés gyakorlatba ültetése hamarosan nálunk is elkezdődik. De hogyan is gyűjtsük hulladékainkat? Hány kuka szükséges, és melyikbe mit kell dobni? Tarts velünk, mutatjuk! Településünkön a hulladékokat minden háztartásnak 5 különböző tárolóba kell dobnia, amelyhez a helyi hulladékgazdálkodásért felelős vállalat, az AV Bihor Kft. Biztosít edényzetet a következők szerint. Egy kék zsák a papírnak és kartonnak, egy sárga zsák a kidobandó műanyag és fém számára, egy zöld kuka a hulladék üvegnek, barna kuka a lebomló hulladéknak, végül pedig fekete kuka a kommunális hulladékoknak. 5 tárolóeszköz? Honnan tudjam, melyikbe mi kerülhet? A kék zsákba a tiszta papír és karton hulladékok kerülhetnek, névjegytől és ajándékzacskótól a gyógyszeres dobozon, a borítékon és magazinokon át a méretes kartondobozokig. Arra figyeljünk, hogy ne legyen olajjal szennyezett, vagy mondjuk ragasztószalaggal körbetekert a papírunk, kartonunk, mert akkor más kukába kell kerülniük. A nagyobb mennyiségű papír hulladéktól kötegelve is megszabadulhatunk, ha azt tömbbe kötve tesszük ki elvitelre. A sárga zsák megtöltésekor ügyeljünk arra, hogy a fém vagy műanyag szemetünket a csap alatt kiöblítve és összehajtva dobjuk ki. Ez több szempontból fontos. A háztartásunk nem fog bűzleni az összegyűlt szeméttől, az öblítésnek hála. Emellett a szemetünket a gyűjtőállomásokon többnyire emberi kezek válogatják, tegyünk meg ennyit értük. Az összehajtás a szállítóautó gazdaságos működése miatt lényeges. Ne hagyjuk, hogy több környi szállítás miatt több széndioxid kerüljön a légkörünkbe csak azért, mert a kukásautó palackozott levegőt szállít. Ha ezekkel megvagyunk, a sárga zsákba mehet az öblített, összehajtott tejes vagy gyümölcsleves doboz, italos aludobozok, befőttes vagy italos üvegek, fémkupakja, fémgőzölt vagy egyszerű műanyagzacskók, kiürített gyógyszeres dobozok vagy alufóliázott levelek és irodai szerek is, mint a golyóstól. Nincs kivétel? De van. Az olajas műanyag vagy üvegpalackunkat ne öblítsük a lefolyóba, ne szennyezzük vizeinket. Ezek öblítés nélkül kerülhetnek a tárolóba. A zöld kuka, a befőttes üvegek, élelmiszertől vagy innivalóktól elöblített bármilyen üvegtároló és palack összegyűjtésére szolgál, ide törött tárgyakat ne tegyünk. A barna kuka a városok házaiban, tömbházaiban összegyűlt lebomló hulladéknak való, így például élelmiszerrel szennyezett szalvéta, karton, természetes eredetű textilek, nyers vagy főtt tojás, tejtermék vagy húsmaradékok, kávézac vagy teafilter, de a tojás vagy dióhé is. Ugyanide dobjuk a vegyszerrel nem kezelt zöld hulladékokat és minden egyéb lebomló maradékot. A fekete kukába kerülnek az élelmiszerrel és különböző anyagokkal szennyezett szemetek, mint a cigarettacsik, a vegykezelt fa és növény hulladék, itt landolnak az egészségügyi hulladékok, mint a pelenka, a nedves törlőkendő, fültisztító pálcikák, fogkefe, borotva, fésű és egészségügyi betétek, az eltört játékok, törött üveg és porcelán, a porszívózsákunk tartalma és a kisállataink ürüléke és szőre is. Ezekből az edényekből minden háztartás kap elegendőt városon és falun? Igen, egy kivétellel. Falvakon a lakosok kötelessége a biohulladékok komposztálása, így itt kiesik a barna színű kuka. A hulladékgyűjtő autók begyűjtéskor nem viszik el a falvakról a biológiailag lebomló szemetet, ezt mindenképp komposztálni kell. Nagyon sokat szemetelünk, mi lesz, ha nem lesz elég, ennyi edényzet sem. Erre nagyon kevés az esély. A szelektív kukák és zsákok öztérfogata ugyanis több mint 300 liter, ez több, mint kétszerese a jelenleg használt 120 literes háztartási kukáknak. 300 liter? Mennyit fogunk ezért fizetni? Először is a hulladékgazdálkodási vállalat csak a kommunális és lebomló hulladékaink begyűjtését díjazza, pontosan annyit, amennyit szemetelünk. Ez a két szelektív edény ugyanis rádiófrekvenciás adóvevő csippel rendelkezik, amit minden kiürítéskor leolvas a gyűjtőrendszer, így pontosan látható lesz,
hogy egy hónapban hány alkalommal, mennyi kommunális és mennyi lebomló hulladékot termeltünk, tehát kukánkat csak akkor ürítsük, ha teljesen megtöltöttük azt. Emellett jól jegyezzük meg, begyűjtött szemetünk 45%-a biológiailag lebomló hulladék, azaz komposztálható. Minek gyűjtsek szelektíven, ha úgyis ugyanabba a kukás autóba borul minden? A 2011-ben hatályba lépett szelektív gyűjtésre kötelező törvények nem csak a lakosságra rónak kötelezettségeket, hanem a hulladékgazdálkodási vállalkozásokra is. Ennek érdekében ezek kötelesek szelektíven gyűjteni a különböző anyagokat, ehhez pedig kialakítani a kellő gyűjtőpontokat és a megfelelő gépparkot. Ezek segítségével a szelektíven gyűjtött szemetünk válogatóállomásokra kerül, ahol tovább aprózódik az újrahasznosítás felé vezető úton. A rossz kenyérpirítómat hová dobhatom? És a komódot? És a zsákcsempét felújításból? A nehéz súlyú szemetelőknek, a nagy darabos hulladékoknak az önkormányzatok kötelesek úgynevezett hulladék udvarokat kialakítani, a település lakossági számával arányosan, akár többet is. Ide kerülhetnek az elektronikai, lakberendezési, építkezési vagy más olyan hulladékok, amelyek a 30-40 literes szelektív kukába nem dobható ki. A szelektív edényzetet a lakosok tájékoztató kampányok keretében vehetik majd át. Addig is tudatosítsuk, szelektíven gyűjteni, tiszta környezetben élni nem csak menő, de egyre sürgetőbb magatartás is. Ne várj, szelektálj! Köszöntöm az Érhangja Televízió nézőit. Érték a magazinunkat látják méghozzá Micskéről, ahol egy tájházba látogatunk el ismét. Ebben a segítségünkre Zöld Margit lesz. Jó napot kívánok, Margit! Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Margit, mit érdemes, vagy mit fontos tudni erről a tájházról, mikor ér az épület, és hogyan lett tájház? Az épület 1870-ben van az első bejegyzések az épületről, községházaként működött egészen 1949-ig. 1949-ben a község központja átkerült Vámoslázba. És ettől kezdve a tájház zöldség és gyümölcs felvásárló központ volt. Nos, ezután a tájházban egészen 1982-ig ez a tevékenység folyt, 82-től pedig asztalos műhely vette birtokába. Az asztalos műhely után pedig bútorraktárként szerepelt. 2011-ben a helyi tiszteletes úr, Gavallér Lajos tiszteletes úr ötlete nyomán elindult egy kezdeményezés, hogy tájház legyen ebben az épületben. 2012-re fel is újították az épületet, és a lakosság felajánlására, adományozására össze is gyűlt a berendezése a tájház épületének. Hát akkor a tájház belülről gyakorlatilag, amit látni fogunk, az a helyiek vagy a környékbeliek a mindennapi használati tárgyait prezentálja, és a mindennapi életkellékeit. Így van. Jó, akkor nézzük meg ezeket közelebbről. Margit, ebben a hosszan elnyúló épületben hány termet találunk? 5 terem van ebben az épületben. Az első terem rögtön itt a sajtó mögött egy galériát takar, ami kicsit rendhagyóan a micskei alkotó táboroknak a képei van elhelyezve.
És nagyon sok, hát ez nagyszerű. Igen, két alkotó tábor volt Micskén, aminek a képeit itt helyeztük el. És a Micskei alkotótáborba csak micskeiek járnak, vagy erről nem? A Micskei alkotótáborba a környékbeli festőművészek, képzőművészek meghívásunkra jöttek el, és egy hetet töltöttek itt Micskén, ahol nagyon sok szép kép született, ami Micske tájait jeleníti meg. Tehát akkor a Micske nem csak helyszínű, de inspirációul is szolgál. Így van. Hát ez remek. Rengeteg kép van itt, vagy legalábbis nagyon sűrűnek tűnik a felrendezés. És a következő szobákba lépve itt már, hát ennek is van művészeti értéke, de ez már sokkal családiasabbnak tűnik. Igen, ez a tiszta szoba, mi úgy neveztük el. Micskén minden házba tartottak egy tiszta szobát, ahol a vendégeket beengedték, ahova vitték a kedves vendéget. Itt általában nem aludtak, semmilyen tevékenység nem folyt, csak ha jött látogatóba valaki, akkor behozták ide a tiszta szobába. Itt a legszebb tárgyakat helyezték el, hogy a vendégek jól érezhessék magukat, mikor jönnek. Nagyon szép ez a bölcső, ami kézzel festett. Tehát ebbe egy nagyon nagy család generációi növekedtek fel. Évről évre, ahol született a gyerek, oda került ez a bölcső. Énkör ilyen vándorbölcső jelenleg volt. Igen, igen. Kiemelném talán azt a nagyon szép kályhát is. Nagyon szép igen. Mintázattal rendelkezik. És nagyon szép kézimunkák is vannak, ami Micske hagyománya szerint kézzel készültek. Horgolva, neccelve. Hát ezek mind helyben készült, csipkézett, horgult, ahogy ön is mondta. Így van. Házi textiliák. Jó. Így van. De haladjunk tovább. Mit rejteget még ez a házikó? Ez volt a legfontosabb helye a háznak, hiszen itt volt a legtöbb tevékenység. Itt főztek, itt mostak, a gyereket itt nevelték, sőt a házigazda délbe ide pihent le, itt pihent le a konyhába. Nagyon sok edények vannak, ami cserépből készültek, korsók, szilkék, ami megmutassa a tevékenységét a házi asszonynak. Dagasztó teknő, és nagyon szép falvédőkkel van díszítve a konyha természetesen a régi szokások szerint. A konyha pénzem legyen elég, mindig finom lesz az ebéd. Igen, ez ma is helyes, nagyon. Helyes. És itt két oldalra is el tudunk indulni, mit találunk ideben? Igen. A következő helység a szőlészettel és a borászattal foglalkozik. Mivel Micske 500 éven keresztül a legnagyobb megélhetése a szőlészetben és a borászatban nyilvánult meg. Nagy hordókba árulták a bort, sőt, még az utcára is kirakták, és bizony szekerekkel eljutott a debreceni piacig is. És onnan pedig tovább Bécsig. Hoppá. Tehát nagyon híres volt a micskei bor, ami igazából meg is érdemelte, mert a fekvés a szőlőknek, a domboknak a fekvése miatt nagyon értékes, jó minőségű bor termett Micskén. Milyen díszes ládát is látunk itt. Ez is a szőlőtermesztéshez köthető? Ez nem csak helyszűke miatt ide került. Aha. 1836-ból van ez a kelengyes láda. Igen. Ezt is sejtettem én is a virág meg az indaminták igen. miatt. Micsoda darabok kerülnek ebbe elő? Ebben rakták az anyukák a lányoknak a kelengyét. Igen, igen, igen. De hogy mindig, amikor ilyen tájházlátogatáson vagyunk, mindig azzal szembesülünk, hogy ez a formája a népművészetnek, annyira gazdag, és tényleg olyan régi, tényleg ilyen száz, több száz éves darabok kerülnek elő. Fantasztikus, hogy erre így vigyáznak az emberek. Igen. És hogy aztán létesül egy ilyen hely, ahol ezt hagyatékolni lehet a következő generációkra. Igen, és olyan örömmel ajándékozzák nekünk. Szeretném még bemutatni ezt a mérőeszközt, amit bor mérésére használtak, és királyi pecséttel van ellátva, hitelesítve van. Ezzel mérték, ez 10 literes edény, amivel mérték a bort. Hű, hát ez nagyon komoly.
Ezt így minden azon is látok, hogy igen, kicsit ez van, 5 literes. Az 5 liter. Ugyanaz, igen, csak 5 literesben. És ha a konyhán áthaladunk a másik terembe, ami a másik oldalra nyílik? A következő a szövés vonással foglalkozik a következő terem. Ja, akkor van egy férfi és egy női oldal a konyhának, ha jól értem. Így van. Ebbe a terembe, a szövéshez, fonáshoz minden eszköz megtalálható. Az első munka folyamattól kezdve egészen a legvégéig, mikor már készen vannak a szőttesek. Itt minden megtalálható. És akkor elmesélni, hogy hogyan megy a munka folyamat, hogy mi ez a három nagy eszköz, és mi... Nem három van, itt nagyon sok van. Ez a három fő, amit középen van, de akkor kitérhetünk a részletekre is. Ez a tekerő levél. Ezt már a fonalat tekerték erre rá. A következő pedig a vetülő. Ezzel feltekerték rá a fonalat, és erről rögtön ráment a szövőszékre. Aha. Igen, és akkor itt már készült. Igen, itt már fontos. És milyen apró eszközök vannak még, amiket érdemes megismerni az ide látogatónak? Nagyon szép rokkáink vannak, azokat is érdemes megnézni. Tényleg, ott végig, ott. Igen. És amit még szeretnék megmutatni, az a kedvesség, amit a férfiak a nők irányába tanúsítottak azzal, hogy milyen szép mintázott rokkákat készítettek nekik. Ó, hát ez nagyon míves, faragott darab, azt a mindenit. És még meg is volt festve, ha jól látom. Igen. Ezekre rendszerint nyomtak valamilyen monogramot, vagy évszámot? Igen, olyan esetleg is van, aki a nevét írta be. Ó, a szerelmes. Igen. Á, igen, ebből látom ott lent, igen. Hát ezek remek darabok. És a falakon itt is látunk igen, képeket. Éppen ezt akartam most mondani, hogy Gabalik tiszteletes úr gyűjtése eredményeképpen megelevenedik a falunak a múlt százados múltja, mert rengeteg képet felnagyítottunk, és már felnagyított, és feltettük a falra, ezzel bele tudunk nézni a múlt századi életbe. És milyen, ahhoz képest, hogy milyen régi fotókról lehet szó, ugye itt 1942-es, 39-es fotókat látunk, elég tisztán, jó minőségben visszaadják, hogy hogyan is zajlott itt az élet. És a térképek is, igen, azok pedig a Micske település alakulását mutatják, ha jól látom. Így van. Az 1700-as évektől egészen napjainkig. Ó, egész 2011, akkor igen. Nyílt a tájház, ugye? 12-ben nyílt, igen. Ja, de hogy igen, az már ott van közel. Igen. Margit, aki szeretné meglátogatni ezt a nagyon igényes, nagyon szép gyűjteményt, az hol tud önökkel kapcsolatba lépni? Internetes oldalunk van, ahol fel lehet venni a kapcsolatot velünk. Remek. Mekkora csoportokat tudnak fogadni itt? Hát akár 40-50 személyeket is szoktunk fogadni egyszerre. Egy kicsit, hogyha nem haragszik, visszaugranék az első teremhez témában, hogy szó volt arról, hogy itt alkotótábor is szokott zajlani, és ha jól tudom, nem az első, meg nem a második volt igen. Már, hanem több alkotótábor is. Milyen eseményeknek vagy közösségi programoknak szokott még a tájház helyet adni? Időleges kiállításokat szoktunk szervezni. Volt már micskei alkotók kiállítása, valamint a közeli művészeknek a kiállítása volt, ilyen festmény kiállítása. Szobrászati tárgyak is voltak már kiállítva. Igyekszünk változatossá tenni, és mindig újat mutatni a kedves látogatóknak. Volt már valamilyen ilyen érdekes történet, amit ön megélt a tájházban, hogy mit tudom, hogy honnan érkezett a legtávolabbról jövő csapat, vagy valami hasonló kedves történet, amire ön szívesen emlékszik vissza, mint a tájház vezetője? Legszívesebben arra emlékszek vissza, mikor gyerekek jönnek. Akkor végtelen nagy öröm és
és nevetések vannak itt a tájházban, betöltik a gyerekek az egész termet, és gyakran vicces történetek is előbukkannak. Egy gyerek egyszer feltett a nagy kérdést, hogy tessék mondani, itt szellemek vannak? Hát nagyon ledöbbentett ez a kérdés, és hát még nem figyeltem fel arra, hogy szellemek is járnának Micskén. De legalábbis nem ebben a tájházban. Nem ebben a tájházban. Hát Margit, nagyon szépen köszönjük ezt a vezetést, ezt a körbevezetést. Nagyon jó meglepetés volt, és tényleg óriási ez a tájház. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, viszontlátásra! Köszönjük szépen a kedves nézők figyelmét is! Meleg szívvel ajánljuk stábunkkal ezt a tájházat látogatásra. Keressék fel Zöld Margitot Micskén minél hamarabb. A viszontlátásra!